Jöjjön is akkor a hatodik pálya, újra visszatérünk a sajtok világába, tehát innentől kezdve ugyanazok a világok fognak ismétlődni ugyanabban a sorrendben, tehát ismerős ellenfelek, pályadizájnok és hasonló elemek fognak visszaköszönni, amit nem mondom, hogy nem lustaság a játék készítőitől, de azért valljuk be, így is tudtak minden pályán egyéniséget belecsempészni, főleg ebbe is, tehát majd látni fogjátok nem sokára, illetve azért a PlayStation 1-nek be voltak határolva a képességei, úgyhogy nem tudok a készítőre haragudni, főleg úgy, hogy így is nagyszerű játék lett az Alfred Chicken. Itt a negyedik pályához hasonlóan, és a harmadik pályához hasonlóan, itt újra egy blokk felesleges, úgyhogy azt most ki is fogjuk ütni. Itt pedig egyszerre nem megy, hanem rögtön két motorfűrész fog minket terrorizálni, amivel azért vigyázni kell. És mindig lesznek ilyen kis pihenő pontok, amiket ki kell használnunk. Úgy, hoppá, most már nem megy az egér, de aztán nem. Szóval az a lényeg, hogy úgy van kiszámolva, hogy mindig el tudunk élni egy bizonyos pontig, és ott már, hogyha összeér, és ha összeérne a motorfűrész, akkor pont nem tud minket bántani. Egy újabb teleport van, ami nem tudom, hogy hova visz, de szerintem valahol vissza a pálya elejére. És itt az előző pályán bemutatott felhővé változó ágyúgolyóval kell felfelé menjünk, és ez is meg tud minket tartani, de ugyanakkor meg tud minket ölni, hogyha nem így használjuk, tehát nem sima platform. Sőt, alvó állapotban az ágyúgolyó is meg tud minket ölni, tehát az a duplán vigyázni kell velük. Itt a tüskékkel tarkított sajttoronyban kell felfelé mennünk, hogy ki tudjuk ütni azt az egy fránya gombot. És akkor még hátra. Kicsit repetitív az a rész. Azt hiszem ez az utolsó. És felérünk a tetejére. Na. Igen, na. Jó soltam meg. Szóval ezt ki is ütjük most. Többet nem kell nekünk. Ez meg pláne nem kell nekünk. Úgy, menjünk tovább. És folytassuk kalandjunkat. Igen, itt ott van a öntözőkon, de azt majd egy kicsit kacifántos módon kell majd megszereznünk, de sikerülni fog. És van egy szó szerint egy komolyabb titkos rész, tehát amit nem egyszerű megtalálni. Innentől kezdve a kannákért jobban kell küzdeni, annak ellenére, hogy én elsőre meg fogom őket találni, mert ugye én azért elég ismerem a játékot. Higgyétek el, nem egyszerű. Tehát, hogyha először játszottok a játékkal, akkor biztos lesz egy-kettő, ami meg fog még titeket ízasztani, mire megtaláljátok. Itt tudunk egy ilyet csinálni amúgy, nem egyszerű amúgy ezt sem kivitelezni, mert jó időzítés kell, de meg lehet csinálni, hogy ott a két sajt között felugrunk, és igen, itt kéne tovább jönnünk, de én azt mondom, hogy visszafelé megyek, ugyanis ez itt van a titkos rész, és itt van egy ilyen kérdőjeles blokk, ami valamit majd csinálni fog, de hogy mit, az majd kiderül később. Ez az elértük, fasza! Jó, akkor üssük ki ezt a tükröt vagy jég, nem tudom, hogy tükör vagy jége. Hoppá, hú, majd megörültem. Itt, hogyha leesünk, nem gáz, mert tudunk korrigálni, de én azt mondom, hogy én inkább biztosra megyek, és nem tudom teljesen a pályát. Igen, itt a lézerrel vigyázni kell, nem szabad túl sok blokkot kiütni, mert meg tud minket ölni. Úgy. Lefelé nem lesz semmi, talán csak pár gyémánt. Úgy. És itt erre tovább. Ezt felszedjük. Ezeket kiütjük. Itt lesz egy kis ugrabugra. Szerencsére itt is vannak még könnyítések, tehát nem rögtön tovább megy. Hát azért figyelembe vették azt, hogy ez a játék még gyerekeknek készült, vagyis körülbelül annak a korosztálynak. Hát ezt majd vissza kell ütnünk. Úgyhogy igazából nem para, nem lesznek lehetetlen dolgok, maximum olyanok, amik kihívóak. Tehát ugye a játék nehézségi fokát azt így korrektül be tudták ülni az angol készítők. És még két lufi van hátra. Ó, igen, ott nem szabad leesni, mert hogyha jól emlékszem, ott motorfűrész van, de leellenőrzöm. A biztonság kedvéért. Igen, motorfűrész van, határozottan motorfűrész van. Elég vékonyak ezek a fűrészek, azért meg kell vallani. Ez egy kicsit érdekes a dizájn ilyen téren. Arra nincs semmi, akkor erre lefelé kell esni, de azért vigyázok, hogy... Ja, itt csak egy izélet volna. Jó, az nem para, az nem öl meg minket.
Itt van egy Luffy, az jó. Na és igen, itt egy újabb... Ja nem, ezt már támutattam nektek. Ezt a... Amit így bele megyünk, virág. Akkor ki tud minket lőni. Ami amúgy meg is tud minket ölni ugyanakkor, hiszen... bombákat is lő. Nem tudom, tényleg tökre elfelejtettem, úgyhogy ne haragudjatok, hogy ismétlem magam. És hogyha nem ütjük ki azt a kérdőjeles gombot, amit korábban megmutattam nektek, akkor itt nem tudunk tovább jutni, ugyanis itt ilyen lila dolgok, lila blokkokkal lesz elzárva az egész. Szóval az a lényeg, hogyha nem mutattam volna ezt a világot, hogy ki tudjuk ütni, és ki tud minket lőni, ugyanakkor ez ellenfél is, mert bombákat is tud köpni felénk, ezt meg is mutatom majd. Na, köpjél valamit. Úgy, okosan. Oké, van egy darab Luffy hátra. De az már minket. Opa! Itt van egy, az nem kéne, hogy megöljön minket. Itt van egy élet, azt csak azért akartam mutatni, hogy arra érdemes menni. Azért is jó, hogyha kiütjük a virágot, tehát hogy nem csak azért, mert használni tudjuk rugóként, hanem mert akkor nem tud ránk bombát köpni, és így nem tud minket megölni. Ez pedig az utolsó Luffy, amit így felvéve teljesíteni is tudjuk a pályát. És természetesen mi másra végződhetne ez a rész is, mint hogy a virágunk újabb 100 métert nő, és újabb betekintést nyerhetünk így a világba. Úgy 600 méteres, és megérkezett újra a sajtvilágba. Úgyhogy jöjjön majd a következő részben a 7. Remélem tetszett azért a rész nektek. Sziasztok!